Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy KDN Live, illetve bármelyik videóvágó programmal elkészíthető aprócska kis trükköt szeretnék bemutatni. Videó a videóban. Azaz mindenki látott már olyan videót, olyan film előzetest, vagy olyan felvezetést, ahol van egy videó, és abba beúszkálnak kicsike kis videók ide, oda, amoda, és azzal egy háttér, illetve előtér videókat hozunk létre. Ez úgy tűnik, mintha nagyon-nagyon profi és bonyolult teendő lenne, pedig amit láttok, az gyakorlatilag én 3 perc alatt összeraktam. A videó természetesen hosszabb, mint 3 perc, hiszen minden lépést jól elmagyarázok, de gyakorlatilag 3 perc alatt össze lehet hozni olyan felvezetőt, bevezetőt a videód elé, illetve a végére ilyen stáblista alá ilyen részleteket be lehet vágni a videódból, a történésedből, amivel feldobod a videót, és úgy tűnik, mintha iszonyatosan professzionális lennél, pedig igazából alap effektusok, alap megoldásokat fogunk használni. Nézzük is meg a végeredményt, mit sikerült összehozni 3 perc alatt. Van egy történés, és beosztatunk 4 darab kis videót. Mi kell ehhez? Egyrészt kell az alapvideó, meg 4 darab akár részlet, akár különálló videócska, amit beosztatunk. Illetve kell egy minimális tudás, meg 3 perc rászánt idő. Főcím alá, vagy levezetésként ezt a kis videót. És minden ismerősöd azt hiszi, hogy te ennyire értesz ehhez a bonyolult dologhoz, hogy ilyen szép effektusokat hoztál létre. A videó elkészítésének első lépése, átgondoljuk, hány darab audio és hány darab videósáv kell számunkra. Én azt szoktam megtenni, hogy minimum annyi audiósávot összerakok, felinstalálok, amennyi videósávunk van, hiszen hogyha egy videósáv alatt ott van az audiósáv, tehát van a videó alatt hang, akkor ő elvárja, hogy legyen számára a vágólapon is, a vágóeszközön is annyi darab audiósáv, amennyi neki kell, mert ha nincs, akkor nem tudod ráhúzni. Azaz, rögves, létrehozunk audio-video tracket, 1-et, 2-t és 3-at. Miért kell 5 darab? Mert 1 darab alap videónk van, és 4 darab pici videó. Összecsukogatjuk azokat, amik nem kellenek, azaz mindig csak az látszódjon, ami kell. A következő lépés természetes, a videóanyagok, hanganyagok, képanyagok berakása a vágáshoz. Én egy könyvtárba tartom azt, ami ide tartozik, és csak ennyi, ráhúzom. Szépen lassan beimportálja, ez attól függ, hogy hány perc a videóanyag, hogyha több 10 videót húzol rá hosszút, akkor természetesen hosszabb idő. A következő lépés a mentés. Én oda mentek mindent, amelyik könyvtárba benne vannak a videók, az audiofájlok, így a leggyorsabban tudom kezelni a dolgokat. Egy nevet adunk, MLV, Magyar Linux videók, 2-es videó, és meg is történt a mentés, látható, a mentés deaktív, tehát le van mentve. Utána elkezdjük a munkánkat folytatni. Alap, az alapvideó, azért alapvideó nevű, mert ő az alap, rákattintasz, csoport felbontása, és felbontottad az audio-videó csoportosítást, és kitöröljük a videósáv alól az audiósávot. Látható, nem volt egy különösebben nagy feladat, hiszen csoport felbontása, majd rákattintasz az audiósávra, és delete, azaz letöröltük. Miért? Mert egy másik audiósáv fog alá kerülni, bár láttátok, hogy ez egy üres, hang nélküli audiósáv, de én ezeket is kitörölgetem, nekem egyszerűbb az audio és a videó rendszerezés, hogyha nincsenek üres vagy nem kellő audiósávok, hiszen ha van alatt a hang, azaz bekiabálhat a videómba, ami kellemetlen egy-egy olyan ott maradt audiósáv, ami nem kell, azaz megvan az alapunk, ami egy kényelmes, ott hajózik a hajó, és föltesszük a következő gondolatunkat, ezt a videót ráhúzzuk. Látható, ehhez nincs audiósáv, bepozícionáljuk, ahol beszeretnénk, hogy lépjen, és megnézzük, mit értünk el. Hát ez nem az, amit szeretnénk, hiszen azt szeretnénk, hogy a halacskák azok éppen ott úszkáljanak a képen, piciben. Hát mi a következő lépés? Természetesen effektusok és zoom. Rázoomoltatunk és ráhúzzuk
Arra, amit kicsinyíteni szeretnénk, praktikussági okokból én 30%-ra lekicsinyítem, és meg is jelent. Akkorára állítod be, amekkorára akarod, és a középen lévő hajszálkereszt megfogásával oda mozgatod, ahol szeretnéd, hogy megjelenjen. Ha ide mész, és erre kattintasz a fullscreen-nel, az egész képernyődet látod, és be tudod pontosítani. A kis fogantyúkkal tudod nagyítani, kicsinyíteni a videót, azért arra figyelj, hogy ne nagyon torzítsd el a videódat, ha nem kell, bár nagyon intelligensen ezt megakadályozza, de azért az ördög nem alszik, próbálkozzunk meg azért mérethelyesen dolgozni. Hát láthatóan szépen megjelent, nézzük is meg, mit sikerült elérni ebben a pillanatban. Rámegyünk, és bocs, hát ez nem az, amit mi szeretnénk. Mi azt szeretnénk, hogy valahol beusszon ez a videó. Én azt meg szoktam tenni, hogy a végét levágom, hiszen erre nekem szükségem nincs jelen pillanatban. A következő lépés az, hogy megmondjuk, hogy bizony, hát sac per kb. Ezen a szinten kerüljön ide. Itt kap egy keyframe-et, azaz egy kulcskockát. Kulcskockát kap, és akkor mit értünk el? 3 darab kulcskockánk van, illetve jelen pillanatban összesen van 2, de a harmadikat is létrehozzuk. Az első gondolat az, hogy nekünk van egy eleje. Ő. Az elejét megadjuk, hogy hol legyen. A második kulcskockát is meg tudjuk adni, hogy hol legyen. Jelen pillanatban mind a két kulcskocka ugyanott van. Ez a szituáció, ahol ennek meg kell jelenni. Az elsőnek megmondjuk, hogy légy szíves oldalról beúszni. Azaz megadjuk az első kulcskockának a pozícióját valahol a képmezőn kívül. Megfoghatod és kihúzhatod, ami nem mindig praktikus, én azt szoktam tenni, X tengely és az Y tengelyt beállítom arra, hogy mínusz 200-nál legyen az első kocka, első keyframe. Azaz rákattintunk, és ez kevés látható odaugrott. Ne adjunk meg neki egy kicsit nagyobbat, mondjuk egy 1000-est, és eltűnt. Semmi baj, onnan fog beúszni. Onnan fog beúszni, nézzük is meg, mit alkottunk. Elindítom a videót, és szépen beúszik. Természetesen ez nem az, amit mi szeretnénk. Mi szeretnénk, ha ferdén úszna be ez, így bizony oda megyünk a keyframe-re, rákattintunk, oda is ugrik. És az elejére megyünk, és ezt az értéket levesszük nullára, megnézzük, mit alkottunk, nincs bent. És most már fentről úszik be. Jó nekünk? Nem. Nekünk ez nem igazán jó, mi azt szeretnénk, hogyha alulról úszna be, azaz ezt a keyframe-et megadjuk mondjuk 1500-ra, ezek ilyen tapasztalati értékek, és látható, hogy nincs a videónál, és akkor megnézzük, merről úszik be. És alulról úszik be. Ezekkel az értékekkel egy koordináta rendszerbe adod meg az adott keyframe, tehát a pozíciónak a helyét. Egy kis tapasztalat után egész kényelmesen el tudsz ezzel játszandozni, be tudod pontosítani, hogy milyen irányból, és melyik oldalról úszom be. Megvan az első. Tegyük föl a másodikat. Ami legyen, mondjuk a meduzák nevű, ráhúzzuk, látható, hogy itt sincs videósáv mellett, audiósáv, a következő lépés természetesen levágjuk a végét, ez nekünk nem kell, majd bepontosítjuk, nézzük is meg, hogyan sikerült összehozni a dolgokat. Megjön az első videó, szépen beúszik, és a második eltakarja, ez nem jó. Ezzel is meg kell ugyanazt tennünk, ráhúzzuk, megadjuk neki a 30%-ot, nem 300, csak 30, és bepozícionáljuk, ahol legyen, ő itt legyen, jó? Bepozícionáljuk, nagyjából itt ússzon be, adunk neki egy keyframe-et, ez lesz a végpont. A következő gondolat, hogy ezt szeretnénk, hát bizony a másik oldalról beúsztatni, ami azt jelenti, hogy megadjuk neki, hogy 1800, és leokézzük, azért az kevés lesz, 2200 pixellel kikerült, és megadjuk, hogy alulról ússzon be, legyen nulla, és kiderül, hogy jó-e ez úgy számunkra,
Következő gondolat, beúsztatjuk. Beúszik az első, igen? Hát ez nem az lett, amit mi szeretnénk, hiszen a nulla beállítás számunkra ott nem volt nyerő. Hát ez nem az volt, amit mi szeretnénk. Oda megyünk az indító keyframe-re, és megadunk neki mondjuk egy 1500-as értéket. Mindjárt kiderül, hogy jó-e. Elindítjuk, megérkezik az első, és mindjárt megérkezik a második. Igen, ez egy jó dolog, onnan alulról sarokból feljött nekünk a vakel. Ha szeretnénk akár az első keyframe-et, akár a másodikat, harmadikat, negyediket, amennyit szeretnénk megváltoztatni, az adott videón, erre figyeljünk, hogy az adott videó legyen kijelölve, akkor kijelöljük az adott videót, és a keyframe-re megyünk. Hát nyilvánvalóan én szeretném, hogy ez nagyjából egy síkba legyen a másikkal, és egy kicsit, hát mondjuk ide elhúzzuk, ne a naplementébe legyen, és egy picit nagyítunk rajta, tehát a keyframe-et utólag is tudjuk változtatni. Nagyon kényelmesen nézzük meg, mit sikerült alkotnunk. Beúszik az egyes videó, onnan abból az irányból, és várjuk a következő videót, beúszik a következő videó. Nagyon jó, kényelmes. Mi a következő lépés? Tengerfenék videót rátesszük, az is később úszom be, nagyjából egyforma távolságra. Én megszokásból levágom a végét. Miért? Igazából semmi olyan oka nincs, hogy hát annak technikai oka legyen, de én szeretem, hogy csak annyi van és a vége levágva kerüljön. Akkor jön a következő gondolat. Rákattintunk, zoomot ráhúzzuk, megadjuk neki, hogy 30% amennyit szeretnél, és bepozícionáljuk odaval szeretnénk. Ő legyen itt. Legyen itt, ússzon be ide, nagyon szép, a napot nem takarja. Nyilván már azt tudjuk, hogy valahova a keyframe-et is el kéne helyezni, elhelyezzük ide a keyframe-ünket, oda megyünk az elejére, és a beosztatási dolgot beállítjuk. Most már gyakorlottabbak vagyunk, azonnal megadunk-e megfelelő helyre. Ez a távolság jelzi a videó hosszúságát, valahol itt egy keyframe-et, és az elejére megyünk. A beúsztatás iránya mondjuk legyen itt mínusz 150, megnézzük, hogy kiugrik-e a képből. Igen, fölfele megy ki, ez egy kellemes dolog, hiszen oldalról és fentről szeretnénk beúsztatni. 550-re tesszük, a méretet tudod megadni, mennyi idő alatt, milyen távolságról érkezzen meg. 550, és ezt a beúsztatást megnézzük. Én mindig leszoktam ellenőrizni, hogy jó irányból van-e a beúsztatás. Igen, szépen beúsztatja saját magát, majd visszamegyünk az elejére, és ide beteszünk egy 3000-es értéket, és megnézzük, hogy jó irányból sikerült-e beúsztatni. Természetesen az ember egy idő után tudja, hogy milyen értékeket kell megadogatni, de én azt mondom, hogy mindig az elején kísérletezzük ki, hogy melyik irányból jön, tehát ha emeled az értéket, vagy csökkented, és utána ezt le is mentjük, mindig időnként mentünk. Nekem egy gyors billentyűhöz van hozzá igazítva a mentésem, tehát megnyomom az A betűt és lementi. A következő legyen egy hajó nevű kép, ez egy rövidke, és beúsztatjuk a hajót. Első gondolat, rátesszük 30%, nem 300, az egy kicsit sok lesz, de azt is megadhatunk egy nagyot, és szépen ide rakosgatjuk, ahova gondoljuk, megint bepozícionálhatjuk a méretet is, és adunk neki ide valahova nagyjából egy keyframe-et, egy plusszal visszamegyünk az elejére, tehát a keyframe-et kijelöljük, és bizony föntről szeretnénk, az legyen 300, igaz? Nem. Minusz 150 kitúlja, igen, akkor minusz 500, így lehet léptetni, és kipróbálgatni a pontos értéket. 900, nem, ez 90 lett, és az igazából nem 900, és leokézzük, eltűnt, tehát balról fog beúszni, de mi szeretnénk föntről is beúsztatni, ami legyen mondjuk egy 500-as érték, és kipróbáljuk a sebességet. Nézzük meg, beúszik, hát bizony az 500 nem talált, akkor gyorsan visszamegyünk a keyframe-re, ez 500 helyett mínusz 200, és kipróbáljuk, hogy jól működik-e.
És szépen megérkezik abból az irányból, és oda megy, ahova kell. Én ezt egy picit nagynak tartom az adott dologhoz képest, kijelöljük az utolsó, ahova érkezzen, és egy kicsit feltolom. Nézzük is meg, mit sikerült alkotni. Azzal nem kell törődni, hogy a kijelölt videónak a méretét látod, igazából ez zavaró, de hogyha mellé kattintasz, ide rá kattintasz, eltűnik, és megérkezik, az egész, de szerintem itt egy kicsit nagy az időeltolódás, rá kattintasz erre, és oda tolod, és ide tolod, úgy, ne, oké. Mit látunk? Megvan a videónk. A következő lépés az, hogy én ezt egy csoportba beszoktam foglalni, tehát mindegyikre shift lenyomása mellett rákattintok, megpróbálom úgy, hogy mindegyiket kijelöljük, és csoportosítás. A következő lépés véleményem szerint levágjuk a végét. Levágjuk egységesre a végét, és ezeket letörlöd. Most már van egy kész videónk, ami egész szépen működik. Nézzük is meg, hogy valóban működik-e, úgy, ahogy kell. Vágás előtt érdemes ezt megtenni, hiszen a végét, ha levágod, akkor nyilván vissza lehet tenni, de kényelmesebb nem kétszer megtenni a munkát. Szuper! Ha ezt feliratozni szeretnéd, vagy egyéb, akkor természetesen megteheted, ezt a dolgot már ismerjük. Na, mentés! Én A betűhöz hozzárendeltem a gyors billentyűzetet, azaz A betű nálam a mentés, hogy miért? Nincs neki oka. Oké, eddig némafilmet készítettünk, most pedig hozzáteszünk egy audiosávot. Az audiosávot az audiosávhoz ráhúzzuk, és meghallgatjuk. Ahogy hallottátok, bár nem mentünk végig, ahogy hallottátok, az audiosáv működik, így bizony az audiosáv végét levágjuk. Nyilvánvalóan, hogyha ezután ez egy felvezető videó lenne, és ezután lenne neked videód, nem vágod le, de én levágom. Amit érdemes megtenni, megnézzük, hogy van-e olyan audiosáv, ami nem kell az audiosávok közül. A sávok törlésével azt az adott audiosávot ki tudod törölni. Én kitörölgetem az összes üres audiosávomat, bár le is tudnám halkítani meg egyéb ilyen dolog, de én azt szeretem, hogyha a kész munka, ami kiadásra kerül, abba természetesen csak az lenne bent, ami éppen bele kell, ne legyen üres audio, ne legyen üres videósáv. A következő gondolat, itt bizony a hangnak a lemenete, tehát a kifutása nem jó. Legalábbis nekem nem tetszik a hangnak a kifutása, hiszen itt nem egy elhalkuló hangot hallunk, így bizony ide megyek, és elhalkítom a hangot. Egy ilyen szép levezetést kap a videónak a hangja, de ezt, hogyha te úgy gondolod, hogy szeretnél leválasztani az audiosávot, kiexportálni, majd Audio City-ben megvágni, azt is meg tudod tenni, én általában azt szoktam tenni, ezzel, hogy itt megfogtam a sarkon lévő kis köröcskét, és elhúztam, ezzel az elhalványodás, inkább úgy mondom levezetés, audio effektust hívtam meg, hogyha rákattintasz erre, itt ezzel a csúszkával a hosszát tudod mozgatni. De én azt gondolom, és nagyon kényelmesen megoldották, hogy én itt ezzel a kis gombocskával tudok ezt-azt csinálni, ide-oda húzogatni, beállítani, azért azt használom, sokkal kényelmesebb, mint egy effektus ablakot megnyitni. Egyéni preferencia, hogy mit használsz. A következő lépés természetesen az, hogy mentesz, kész van a videód, és a következő lépés természetesen a leképezés. Leképezést megnyitod, hova? Na hát nem oda, jó? Hanem oda megyünk, ahol voltunk, az adott könyvtárba emelve, és le fogjuk menteni. Megvan adva a elérési út, és kiválasztjuk azt a metódust, amit mi szeretnénk, azt a minőséget, amit szeretnénk. Én azt adom, hogy MLV2, és utána
leképezés fájba. Attól függ, hogy milyen gyors a gépet, le fogja neked képezni 30 másodpercet. Általános 4 magos, normálisabb gépeken elég hamar megcsinálja. Én a 12 magot beállítottam, meg is mutatom, hogyan lehet ezt megtenni. Egyéb, és itt 12-re a magok maximális számára beállított, érdemes megtenni, lényegesen gyorsabban dolgozik. Nézzük is meg, hogy a maximális magokat kihasználja-e. Hátop és látható az összes magot, hát nem 100%-ig, de elég szépen kinyomja 80-90%-ra, azaz elég keményen megdolgoztatja a processzorodat. Így bizony az egy órás, másfél órás videóimat nem egy, másfél, két óra alatt rendereli le, hanem megcsinálja 15-20-30 perc alatt. Készen van a videónk, és örülhetünk neki, megnézzük, aki akarja megnézni, én mindig végig szoktam hallgatni, megnézni a videót, nincs-e benne hiba, úgy működik, ahogy szeretném, igen, ez úgy működött, hiszen az előbb láttátok, illetve a levezető szöveg alatt is ez fog lenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó videóvágást kívánok, egy ilyen egyszerű kis trükköcskével gyakorlatilag lényegesen hosszabb idő volt ezt elmagyarázni, mint villámgyorsan feldobálni időzőjelbe a videókat, és olyat kaptál, ami olyan kis professzionális szintnek tűnik, pedig igazából egy alapeffektust használtuk ki, de fel tudja dobni a videóidat. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!